Istündétől kaptam a labdát, hogy beszéljek arról, hogy mi van bennem. Draskóczi Lídiának hívnak, hegedűs vagyok, zenész vagyok, nagyon sokféle stílusban játszom, és nagyon sok együttesben, nagyon sok helyen tanítok, és most nem erről fogok mesélni, mert ezt meg lehet találni a YouTube-on vagy a interneten, hanem arra kaptam most felkérést, hogy arról meséljek valójában, mi van bennem. Mi az, és ki az, aki meghatározza az életemet. Terében éltünk 13 évig egy kicsi faluban, és itt jöttek nekem olyan 10 évvel ezelőtt a dalok, az Istenhez szóló keresztény dalok, amik így kiszakadtak belőlem, egy-egy ige, egy-egy gondolat, és aztán ezek a gondolatokat dalba írtam, és lett egy kórusunk is, amelyikkel sokat járunk, a Terényi Csak Te kórus. És az első énekem, amit írtam, Örömömben, Bánatomban, ez volt a címe, és így folytatódik, Örömömben, Bánatomban, csak az Úrhoz fordulok, Örömömben, Bánatomban, hálát adok. És ezt szeretném most elmondani, hogy ez van bennem, hogy bizony sok örömöm van, és sok bánatom van, sok dolog történik az életemben, aminek nem értem a miértjét. Az örömömet, a bánatomat mindent dalba és hegedűbe folythatok, kiénekelhetem, kimuzsikálhatom magamból, amit érzek, és valóban hálás vagyok Istennek az életemért, és azért, hogy azzal kereshetem úgymond a kenyerem, amit szeretek. Nagyon szeretek hegedülni, nagyon szeretek tanítani, nagyon szeretek muzsikálni. És ezt a bánatot és az örömöt most szeretném elhegedülni. Nagyon sokat jártam a moldvai csángokhoz gyűjteni, és 94-ben Veres Anti bácsitól, Lúzi Kalagori hegedűs bácsitól gyűjtöttem egy nagyon szép dallamot, és aztán rátettem egy gyors dallamot, mintegy kifejezve a bánat és az öröm egymás utániságát. Egyébként ez a felvétel rajta van a YouTube-on, egy sokkal bővebb változatban, Lídia keservese és vertkezes, a Tázló együttessel. Hát hallgassátok ezt most szeretettel. Mesteremtől tanulva, és akkor most szeretném továbbadni a gondolatot kollégámnak, Ötvös Gábornak, kiváló zeneszerző és zongorista. Hallgassátok meg, hogy mi van benne. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Sziasztok!